Pünköst a keresztény egyház egyik fő ünnepe, amely a húsvétot követő 50. napon kezdődik. Elnevezése a görög Pentekosztész 50. szóból származik. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy tanai szerint Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. A pünkösd megünneplésének egyik látványos megmozdulása a csíksomlyói búcsújárás, amelynek története 1444-ig nyúlik vissza. A székelység és a magyarországi katolikus és keresztény hívők által több százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú, az erdélyi Csíksomlyók egy templomában, a szabadtéri mise pedig a közeli Kissomlyóhegy és a Nagysomlyóhegy közötti Nyeregben zajlik. A május 10 és június 13-a között mozgó ünnep alkalmasnak bizonyult a tavaszi és nyári napforduló ősi európai szokásainak és hiedelmeinek a továbbélésére. A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Sok elemük a kereszténység előtti időkben nyúlik vissza. Például a római floráliákra, amelyek olyan tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak, amikor flóra istenőt, a növényvilág és a virágok, tágabb értelemben a termékenység istenőjét köszöntötték. Már a régebbi időktől különféle magyarázattal a házakra, kerítésekre zöld ágakat tűztek, mert úgy vélték, hogy a pünkösdre kitűzött zöld ágak távol tartják a gonosz ártó hatalmakat. A májusfát a magyar nyelvterület legnagyobb részén május 1-ére virradó éjszaka állították, sőt állítják napjainkban is, de vannak falvaink, ahol pünköskor van a májusfa állítás ideje, amit papírszalagokkal díszítettek és minden lánynak vittek. A pünkösdhöz a magyar hagyományban énekes, táncos, dramatikus gyermekjátékok is kapcsolódnak. Az ünnep természetes jelképei a zöld ág és a rózsa a magyarországi pünkösdi szokásokban is szerepet játszanak. A pünkösdölő leányok, gyermekek járták a falut és termékenység varázsló mondókákat mondtak. Ekkor a tanítványinak dicsértessék, atyaisten! Mögtünk végig a soron, bemögtünk az első házon, akkor beköszöntünk, dicsértessék, hogy szabad a pünkösdölni. Az énekek és a mondókák végén befejezéskor a pünkösdi királynőt szimbolikusan a növekedést imitálva többször felemelték. Én gyönge veszőse vagyok, nem anyámtól szültem, rózsafán termőttem, piros pünkös napján hajnalba születtem. A rítus végeztével a háziaktól mindenféle adományt kaptak. Az útra szöngyet el a kisasszony, kösek a szorúba. Néném asszony, szabad-e pünkösdülni? Szabad, csak szépen pünkösdüllek. A pünkösnek jeles napját Szentlélek Isten küldötte, erősíteni híveket, az apostolokat, melyet Krisztus ígért vala egykor a tanítványinak, midőmben vél mennyországba, mindenek láttára. Dicsértessél, Atya Isten, mindörökké Fiú Isten, Szentlélekkel egyetemben, a nagy Úr Istennel. Ácintos, tarka tulipános, kincsetek virágot, az Isten fiának, meghozta az Isten piros pünkös napját, mi is meghordozzuk királyné asszonyát. Ej, ne, dej, ne, de, ne, ne, ej, ne, dej, ne, de, ne, ne, öreg embereknek csutora borocska, öreg asszonyoknak porhanyos pogácsa. Ej, ne, dej, ne, de, ne, ne, ej,
ne dej, ne dej, ne ne. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökinna, amme, hadd nézzem a királyniatokat, idesebb a savanyúa. Jaj, látom, nagyon ides, nátek az ajándék! Köszönjük, köszönjük szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökinna! A legjellegzetesebb pünkösdi népszokás az ügyesség próbákkal egybekötött pünkösdi királyválasztás. Európa jelentős részében a középkor óta választanak pünkösdi, illetve májusi királyt. Hazánkban már a 16. században általánosan ismert volt a pünkösdi királyság múló értéktelen voltára utaló szólás. Rövid, mint a pünkösdi királyság, amelyből a szokás általános és régi elterjedésére következtethetünk. A pünkösdi királyt versenyjátékokkal, főleg lóversennyel, bikahajszal, a fiatalabb korosztályoknak bothúzással, kakaslövéssel választották. Egy évig ő volt az úgynevezett legénybíró, vagyis a legények vezetője, aki hivatalos volt minden lakodalomba és összejövetelre. A legények engedelmeskedni tartoztak neki. Kirándulásokat, táncmulatságokat is rendeztek ezen a napon. Oh, 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 oh